Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket. A Kisesti Zene rendhagyó adását látják ma. Kocsis Zoltán hanglemez felvételének vendégei vagyunk, melyet a Philips cég számára készít. Rachmaninov B-moll szonátáját játsza, és hosszú idő után ez az első új produkciója a magyar televízió képernyőjén. Zoli, először is szeretettel köszöntelek a műsorban. Már egy nagyon régi tervünk volt, hogy meghívunk, és ez bizonyos körülmények miatt eddig lehetetlen szoktam volt. Szoktam nézni, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Na, szóval ez egy különleges alkalom, hiszen egy lemezfelvételre csöppentünk be a jóvoltodból, de talán még ennél is különlegesebb az a darab, amit eljátszol, Rachmaninov második zongora szonátája, annak is az ős verziója. Miután ez eléggé kevéssé ismert darab, kérlek, ismertess össze minket vele. Az az igazság, hogy nagyon sokat gondolkoztam, hogy mit fogok most mondani. Nincs igazán mondani valóm, ugyanis ez a zene annyira önmagáért beszél, hogy ezt nem lehet szavakkal illusztrálni. Negatívumokat tudnék például mondani, azt, hogy viszonylag kevés benne a dallam, hogy tematikus anyag, olyasfajta melódia, amit a közönség joggal várna el, Csajkovszkitól, Rachmaninovtól, és általában ezektől a túlburjánzó orosz szerzőktől nem nagyon van a darabban. Van egy téma a harmadik tételbe, hát amit jól ki is hozok a felvételen, de ettől eltekintve az egész szonáta arra alapozódik, ami Rachmaninovnak tulajdonképpen a művészi krédója volt, hogy a harmóniák, a harmóniaváltások, a csakis rájellemző akkordika általában olyan dolgok, amelyek egy szerzőt attól avatnak igazán jelentőssé, hogy egyéniek. Egyébként nem tudom, tudod-e, hogy Bartók az egyéniséget, az egyéniség erejét magasan a mesterségbeli tudás, sőt a tehetség fölé helyezte. Tehát, hogyha valami egyéni, akkor az nagyon érdekes. És azt hiszem, hogy Rachmaninov valami olyasmit tudott, amit más nem tudott, vagy így nem tudott. Hát azért lényegében az egész Rachmaninovra mi jellemző? Dallamlépések tekintetében állandóan szekundokban mozog. Hát például a második zongora versenynek az a híres fő témája, hogy van. Önmagában ez nem sokat jelent, nem sok jelentése van. Ám, hogyha meghalljuk abban a hangszerelésben, abban a tálalásban, azokkal az akkordokkal, amelyekkel megkomponálta, hát akkor önmagáért beszél, hát akkor valami fantasztikus hatása van. Tulajdonképpen, mikor azt kértem, hogy ismertes össze vele, erre is gondoltam, hiszen rólad azért, akik ismernek, tudják, hogy mikor egy darab felvételére, vagy egyáltalán egy darab megtanulására készülsz, akkor ez sokkal többet jelent, mint egy adott darabbal való foglalkozás, sokkal inkább az egész szerző, vagy az egész kornak a ismeretével társul. Persze, de nem ez a legfontosabb. Azt hiszem, az a legfontosabb, hogy az embernek legyen ereje szembenézni önmagával, és nem játszani el olyan darabokat, amelyekhez nincs affinitása, vagy nincs pillanatnyi affinitása. Én például most az utóbbi években nem szégyellem bevallani, hogy Schumanntól meglehetősen távol kerültem, pedig nagyon közel voltam hozzá nagyon sokáig. És biztos vagyok abban, hogy éveken belül ismét közel leszek hozzá, de ebben a pillanatban meglehetősen távol vagyok tőle. Rachmaninovtól is távol kerültem az utóbbi években, most tértem vissza hozzá, nem kifejezetten ennek a lemeznek a kedvéért, de most fedeztem fel megint, hogy micsoda fantasztikus anakronizmusában is jelentős dolgot hagyott maga után. Igen, aki figyelte a felvételeidet, hát 10 évvel ezelőtt sorba rögzítetted a zongora versenyeket. Zongora versenyeket azért, mert hát ez egy szerződési pont volt, hogy nekem ezeket föl kell vennem, de meg kell, hogy mondjam, hogy nem csak a zongora versenyeket játszottam akkor el, hanem rengeteg szóló műsor kísérte ezeknek a zongora versenyeknek a megtanulását, amelyekben mindig benne volt egy pár Rachmaninov szólódarab.
mikor gyakoroltál, vagy készült a felvétel, gyakran mondtad, hogy ez a harmadik zongoraverseny nehézségéhez mérhető, kevés ilyen nehéz darab van, mint az a bémol szonáta. Rettenetes nehéz, igen. És az volt az érzésem a felvétel során, hogy tényleg ezután már semmi sem nehéz, ami persze nem egészen így van, mert egy más stílussal összekerül az ember, más zongora technikával, és persze akkor más nehézsége. Most például Bartók felé kell fordulnom nem sokára, és Bartókban egészen más nehézségek vannak. Ott is vannak nagy fogások, de nem úgy, mint Rachmaninovnál, nem abban a tömegben, nem olyan a faktúrája a zenének, és így tovább. Szóval ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy nehézség. Hát én azt hiszem, hogy megfordítom a dolgot, semmi sem nehéz, hogyha az ember igazán belekerül a közepébe, igazán hatása alá kerül valaminek, igazán el akarja mondani a közönségnek, vagy ha úgy tetszik az embereknek, a darabról alkotott véleményét, vagy egyáltalán azt a verbális közlések útján kifejezhetetlen dolgot, ami miatt a zene ott tart, ahol tart. Mert hiszen, hogy mondod el mondjuk a kékszakállúnak néhány fontos ütemét, tehát hogy abban micsoda pszichodráma zajlik több síkon szavakkal. Még egy szóra visszatérnék azért ehhez a nehézséghez, hiszen ennek a 13-as ősverziónak van egy 31-es javított, illetve újabb formája, és talán a nehézségekkel függ össze, hogy ez az ősverzió nagyon ritkán hallott, vagy nagyon kevés felvétel is van belőle. Azt hiszem, Rachmaninov abban tévedett, hogy a szonáta viszonylagos népszerűtlenségét a műkvalitásaival próbálta megmagyarázni. Ez a darab egyszerűen olyan nehéz, hogy a korabeli zongoristák közül nagyon kevesen vállalkoztak az előadására, hát érthető is. Mondok egy másik példát, József Hoffmann, akinek a harmadik zongoraverseny ajánlása szól, soha nem játszott el nyilvánosan azt a darabot, mert egyszerűen kicsi volt hozzá a keze. Hoffmann egyébként is kicsinyített billentyűkön játszott, szóval speciális zongorát konstruáltak neki, külön erre a célra kiképzett Steinway szakemberek, mert egyszerűen olyan kicsi volt a keze, viszont a kicsi kezeivel fantasztikus virtuózitással tudott bánni. Ez egy másik kérdés. De hogy milyen különbségek vannak az ősverzió és az átdolgozott verzió között a Rachmaninov bémol szonátában, azt én inkább most megpróbálnám zenei faktorokra leszűkíteni. Mondjuk nem csak az zavar a második verzióban, amelyet nem titkolom, nem szeretek, hogy formailag meglehetősen sutává sikeredett, miután Rachmaninov nyilván túl hosszúnak gondolta ezt az ős verziót, és körülbelül 5 percnyit lecsípett innen-onnan, ami mellesleg szokása is volt, mert sok darabjában ezt foganatosította. A második szimfónia például tele van ilyesmivel, a Harangok című kórus szimfóniája, a harmadik szimfónia is, meg minden olyan műve, amely végül is aztán lemezre került. Hát azt is tudjuk, ugye, hogy a 78-as lemezekre, hát ugye egy 12 incsesre maximum 4,5 perc fért egy oldalra, úgyhogy ennek megfelelően kellett a művek vágási pontjait illeszteni, és így tovább. Inkább a zenei megoldások, az akkordikába belejátszó másodlagos anakronizmusok zavarnak. Mutatok egy példát. Az első verzió második tétele így végződik. Ugye ez gyönyörű, egyszerű, stb. Második verzió.
nem is tudom meggyőződéssel eljátszani, mert egyszerűen valami borzalmas, ilyen amerikaias, vagy görs, vagy álgörsvines, vagy én nem tudom, hogy milyen, de tele van mellesleg ilyenekkel a második verzió. Egyéb példát is tudok mutatni. Például a második tétel fő része, ez volt a vége a második tételnek, a fő rész így indul, ez a fő téma. Többi. Na most a második verzióban ugyancsak a második tétel eleje így szól. Márpedig ezeknek a változtatásoknak végképp semmi közük a nehézséghez. A nehézséghez persze, nem. Hogy nem. Ez kifejezetten zenei természetű, és ez az utóbbi például azt hiszem azért került bele a darabba, mert konzekvensé akarta tenni a szekvenciát, tehát a lefelé menő akkordokat. Szemben az első verzió viszonylagos improvizatív voltával. És tele van ilyenekkel, hiányoznak fontos formarészek, suta az egész második verzió. Annyira, hogy nem tudtam ellenállni a kísértésnek, és ezt egy rövidebb tanulmányban meg is írtam a múltkor a muzsikába. Semmiféle ellenvélemény nem érkezett, úgyhogy azt hiszem, mások is, akik ismerik mindkét verziót, így gondolkozhatnak, de én azt hiszem végső soron az a legfontosabb, hogy az ember miben hisz, mit tud teljes mellszélességgel csinálni, és én a két verzió beható megismerése után úgy döntöttem, hogy nem bírom a második verziót, nem kell. Vállalom annak az ódiumát is, hogy magával a szerzővel kerültem konfrontációba, hiszen ha valaki visszavon egy korábbi verziót, és ugye a hitelesítés pecsétjével piacra dob egy későbbit, akkor nyilvánvalóan abba hisz. De ebben az esetben én azt hiszem, és ezt meg is indokoltam ebben a tanulmányban, a szerző meglehetősen rosszul mérte föl a műve utóéletének körülményeit. Tehát hangsúlyozom, a mű nehézsége volt az elsődleges ok, ami miatt a szonáta nem vált igazán népszerűvé, és valljuk be őszintén ma sem igazán népszerű. Hát kik játsszák, hány lemezfelvétel van belőle, milyen gyakran hangzik el koncerteken. Magyarországon például te hallottad valaha is koncerten? Jól emlékszem, nem. Mert én sem. Horovicnak van két lemezfelvétel, de például a Horovic lemezfelvételek is olyanok ám, hogy valamiféle összvérmegoldást alkalmaz. Bár neki Rachmaninov állítólag megengedte, hogy csináljon akármit a darabbal. Én ugyanezt erősen kétlem, de tegyük fel, Rachmaninov már nem él, Horovic ezt megírta, játssza a saját verzióját, ami egy furcsa keveréke így az elsőnek és a másodiknak, de azt sem győzött meg. A két verzió alapos áttanulmányozása után az első az, amelyiket teljesen tudok vállalni, hogy akkor most ezt játszom. Mit gondolsz, mikor lesz ez hallható ez a lemez Magyarországon, vagy mikor lesz elérhető Magyarországon is? Azt ígérte a hangfelvételi stáb, hogy decemberben már fogom hallani az összemontírozott datkazettát. A teljes lemezanyagot. A szonátából. Ugyancsak decemberben folytatjuk a felvételt a kis darabokkal. Azt hiszem, hogy kiadási tervtől, sok mindentől függ, de mintha 95 ősze látszana a legalkalmasabb időpontnak, hogy ezt a lemezt piacra dobják. Mindenesetre akkor azt elmondhatjuk, hogy a bémol szonátát viszont talán itt hallhatják először a hallgatók ennek a műsornak a keretében. A szélesebb közönség természetes, hogy nem hallotta. Akkor ez tulajdonképpen egy bemutatónak is felfogható. Köszönjük szépen a műsort, és kíváncsian várjuk a lemezt is. Én is, és én is nagyon köszönöm, hogy eljöttem.